visszatérnek, és kipakolnak mindent. Na ebben mi lesz amúgy? Nagyon kíváncsiak, mindjárt jönnek majd a Suri. Már te, ezt kiégtél. Ez már nem te vagy. Azt nézzétek, az öreg Lapos Lajos, Lajcsi, back in the house. Emlékeztek, utoljára akkor RP-ztünk, mikor konkrétan még a régi gépházam volt, és 92 fokos volt a procim, meg a kártyám, valami a gépben, a proci volt szerintem. Ugye a proci 92 fokos volt, az majdnem meghalt a gépem. 16 FPS-sel RP-ztünk, na az nagyon jó volt. Hú, de jó. Ó, oh, Steven, te vagy az? Lajos. Mi, Hulk vagy? Vagyok. Igen, Hulk vagy. Elő kéne adnunk megint a dalunkat, tudod? Na várj, lehet nálam van a baj. Igen, lehet nálam van a baj. Még biztos nálam volt a baj. Ah, most lesz a jó, most lesz a jó, nálam volt a baj. Basszol. Amúgy most valamit csináltál, de most meg... Szevasztok! Szevasz, Gino! Csát, Csumi! Testvérem, de régen láttam. Amúgy szívem, most csak olyan vagy, mint egy robot kicsit. Persze, bassz meg én. Igen? Hát most már nem. Csak egy pillanat. Az igen. Ezt nekünk mondták. Nektek amúgy kiabáltak itt az állat. Ja, én? Nem tudom mindenki. Hát, hogy kiabálok. Hogy suttogok. Figyelj már, mit tettél, mert visszhangozik a fejed a burcsukon. Én? Mint egy nyelv. Igen. Hát ilyen furcsa, igen. Bucsánom. Neked is furcsa, haver. Nekem? Gino. Aztán... Neked a legrosszabb, Steven. Neked a legrosszabb, Steven, igen. Húrva jó. Szedd össze magad, bazd meg. Ármin, köszétés 11-et. Nem is értem, hogy lehet rossz? Hát ő... Csetleg most változott valami, barátaim. Ja, most jobb. Na. Gyertek, van egy kocsim. Képzeljétek el, hogy mivel... Ne itt beszélj, menj, ne itt beszélj. Igazad van, igaz. Még annak is füle van. Van kocsitok amúgy? Ez hogy van. A Civic. Hogy lehet kinyitni egy csomagtartót, chat ebbe a... Apá, jaj. Hogy lehet kinyitni egy csomagtartót? Valaki emlékszik még, mert én nem. Gino, van egy izé, tervem amúgy. Na, mondjad. Van. Jaj. De mit ne arra gudj. Miért állsz ránk, te de idióta? De mit csinálsz? Ez mit csinálsz? Bocsánat. De szépen beszéljetek a barátaimban. Álljatok el az útból, bazd meg amúgy. Miről beszéltek? Hát baszom tudjuk. Kicsit kussoljatok. Kicsit kussoljatok. Haló, viselkedjetek? Nem viselkedjetek. Hát abban akkor árnyékban bárki belefér szerintem, ne arra gudj. Jaj, jönnek utánuk. Gyerek. Nem, de mi történik? Egy ilyen a világa volt? Meg szívhatom ezt ott, hogy ilyenek érted? Persze! Azt mondja, mit tartsam, te kutya? Vágod, szegényi be van feszülve. Random volt egyébként, ismerek ilyen random. Ja, rendőr, állj meg rendőr. Ja, rendőr? Megállunk. Rendőr, igen. Kurva élet. Köcsög rendőrök. Tiszteletem, biztos úr. Károly nem adta valahoz az apu. Kiszállnának, kérem. Persze. Szép napot, uraim! Jó napot kívánok, késő... Szép jó napot! Elnézést kérek, nem bírja. Tiszteletem, sajnos hölgy. Wow. Rendőr. Szeretnék kérni egy jogosítványos forgalmi. Figyelj már, uram, egy kicsit... vegyem be valamit, mert... rágos hangja. Igen, azt én is hallom. Pillanat! Adtam itt egy cukor. Adnom is a jogosítványom. Ja, azt tudnék bevenni egyébként erre, a faszomat. Mert... szerintem egy... Abba. Várjon. 77-es a kedvencem. Rendben, pillanat. Arancsoljon. Szutyog Tomi! Szutyog Tomi személyesen egyébként. Remélhetőleg, hogy ez megoldotta a problémámat, ez a cukor. Én 1981, 10. hó 1. Köszönöm szépen, biztos úr. Szuper. Mondd rá egy kedvenc számot, hogy vissza tudjam nyújtani. Persze, 15-ös. Mondjuk az úrnak elég fura a szemem volt, hogy te mondjuk. Ez egy ilyen kontaktlencse. Nem, ja azt hittem, ilyen szemtetkó, tudja. Nem, az durvatta, meg lehet vakulni. Persze. Én most akartam menni. Jó, és forgalmi engedélyt is szeretnék én egyébként. Hát az a baj. Gino-ja kocsi. Gino, intézted a forgalmit, amire megkértünk tegnap? Aha. Közben nincs hozzá jogsíp. Ja jó, akkor kérem szépen, hogy akkora számlát verjen erre a hazug emberre, hogy kihetetjen. Fel tudjuk ajánlani azt. Nem ajánlunk most. Nem. Igen, számla és lefoglaljuk agresszív a gépjárművet. De ne foglalják, de ne. És az nem opció esetleg, hogy elmegyünk magukkal és forgalmit iratunk? Igen. Ezt akartam mondani, az még opció, amit tegnap is de mi sem pénzünk. Kísérettem, ott mennek előre az első szerelőhöz. Megkérdezted, mennyi a kell egy forgalmi, csak hogy van-e rá pénzünk? Hát 82 000.
Ezt nem hiszem el. Nem igaz. Pont 82 000-rel több, mint amennyi pénzem van. Igen, igen. Pár ezer dollár. Jó, nálam van közel 2000 dollár. Nagyon Gino, hát csöves vagy, mint mindig. Az elég lesz. Nekem 4500. Elég. Jó, jó, akkor megyünk maguk után a legközelebbi szerelőre, az jó? Tudnak valami jó szerelőt itt a városba? Hölgyem. Hogy tüntetem el azt onnan? Cset? Na gyerünk el. Backspace? Exk? Hogy tüntetem el? X? Azok a legfogyatékosabbak. Bajos, mi voltak? Tessék? Nem csak olyan jó látni, hogy vannak ilyen kedves... Ugye? Igen. Tomi vagyok amúgy, Lajos. Köszönjük ezen... szépen. Az csak a becenevem, Tominak hív, léci. A kedvességüket. Az Isten, hogy nem találom a telefonomat? Hölök úr. Hallod? Steven, Tominak hív, mert Szutyok Tomi személyét mutattam fel. Hallod? Ki az a Szutyok Tomi? Nem tudom, loptam. Nincs jogsim. Figyeljetek, mert nem találom a telefon, nektek megvan? Hallod, Gino? Itt van a zsebembe, valahol. Gino. Nem se találtam. Az azért, mert az aksi lemerült. Az lesz a baj, igen, újat kell vennünk. Megromlott az akkumulátor esetleg? Szerintem nem, ki van meg forgalomba azt a telefon, ami nálunk van, jól tudom. Ja, értem, na baszki. Gino, van nálam Viagra, szexelünk a kocsiban? Hát igen, de mondtad, hogy baj van a hangoddal, akkor beveheted a faszomat, ha arról van szó, érted? Na, ezen már előbb röhögtünk. Jó, kifizeti a forgalmit? Hát majd izé, nem én. Mennyi izé van tele? Hogy kivel? Steven van tele nagyon? Kéne csináltatni forgalmit, addig nem mehetnek el. Azt a tűzre! Mégis meg is várjuk. Ördeszkások az urak? Forgalmiztatom. Jaj, ezt nem akartam. A csaj emlékszik a nevemre. Ezt nem akartam. Gino, mit művelsz? Gino! Gino! Uram, uram. Normális vagy. Egész véletlen volt, most komolyan mondom. Akkor a pofont kapsz, Gino, hogy leszáll a fejed, érted? Most kell elmenekülni. De véletlen volt. Ezt majd a hölgy kollégámmal megfogja. Mondom. 2500 dollárra forgalmi? Aha, csak nehogy előállítsuk. Gino kifizetett, akkor azt mondtad, tele vagy. Figyelj már, hol van? Mi van magán egy gumibot? Rendvédelmi eszköz. Gino azt... Már nem tudom. Azt ott kellett volna hajtni. Kicsim, most már mondd el az őszintét itt a rendőröknek, légy szíves. Mire való a gumibot? Igazából Stevennek vannak furcsa kérései. Egyszer azt mondta, hogy... Nekem is az van. Igazán azt kérte egyszer, hogy dugja föl neki többig, de úgy, hogy még az a kis kampó is bevenjen önökába. Mennyi lesz a forgalmi? Lisztesen? Lisztesen? Megszagolja? Előveszem. Már lisztesszétek, vagy előttem. Veszem a Debian. Csak leköpködtünk. 2000 vagy 2005? 2500, és el szeretném kérni a szemigazolványát. Ja. Azt megmutattam először is. Mondd egy kedvenc számot. 19-es. Arancsoljon meg. Milyen kölcsönkerek a barátomtól 400 dollárt, pillanat? Megírjuk a forgalmat. Gino, az kölcsön 400 dollárt. Eskü, visszafizetem. Azt meg ismerős hangon, biztos rájöttek, én vagy Lapos Lajos a rapper. Igen. Igen, mi is rájöttünk. Most robban be egyébként a aranylemez, meg platina, meg minden pörög. Jó autogramot tessék már ide adni a mellényemre, ide hát. Hát most nem dolgozok. Rappelj már valamit. Hát Stevie-vel közösen szoktunk. Akkor repeljetek valamit együtt. Gino, kölcsön a 400-at, kifizessem a szerelőt. Mi a kedvenc számod? 15-ös. Hol az a rep? Pillanat, csak kifizetem a szerelőt, nehogy itt aztán letartóztassak lopásért. Az igen. Hát ez így igaz. Kinek adjam a pénzt? Uram, már kicsoda, önismerős hang. Nekem kéne majd a 19-es. Jó. Hát Lapos Lajos a rapper. Arancsoljon. Köszönöm. Kapnak egy ilyen papírlapot, és oda nyitják önöknek, hogy tessék. Hallgatom a szereplet. Aztán kurva nagyokat steppelek, de lemegyek a térre, hölgyem, aztán egyből beverem a brémet. Gino, átadom a szót, most te jössz, te só. Hát te só, inkább dobom a flót. Szevasz. Te jössz, Tomikám. Lapos Lajos és Gino, megjött is Stevie Tomasso, azt hiszik, hogy valakik, de mi vagyunk a gengszterek, itt. Nem jött ki. Nem, elment sajnos, ezért adtam ki mostanában, mert az a baj sajnos, az a baj, hogy orvoshoz kell járjak, és hát így a szöveg utolsó szavát mindig le kell harapjam. És ez az... Mit csomagol be éppen? Ez egy ilyen új exkluzív betegség, ami csak nekem van. Hiány. Szia, fura hangja lesz. Ja, pedig nem, az autotune.
A szemüvegemben van beépítve. Uram? Hát nem nagyon javított rajta. Hát segítsek önnek, adok valamit. A kedvenc száma, uram. A 22. 22, tudtam. Rendben, zavarba vagyok, chat. Jaj. Ez nem jött össze. Ez már megvan a forgalmi szerintem. Nagyon jó. Rampa, Sobi. Igen. Mondanéd, hogy mi mit... Még nincs. Nem nekem adtad. Viagrát. Dehogy nem. Nem, a hölgynek adtad szerintem. Nekem biztos, hogy nem. Úristen. Nálam nincs Viagra. Nálam csak aspirin van. Na most, na most. Figyelj már, nekem nincs szükségem ilyenekre amúgy. Ja, de ettől hallod, ilyen lesz, ilyen. Ahogy tényleg. Na hát akkor az új emberek is próbál. Így kopog, így van. Na kolbász, kipróbáltad itt az új emberes. Nem szabad. Uram, maga gyönyörű. Hát úgyis azt mondtad, hogy lányokkal nem tehetsz. Hogy sikerült elintézni a forgalmit? Írják. Rendben, rendben. Nem akarok én itt senkit siettetni. Menő ez a szemüveg. Mi? Itt az úriember velem szemben nem jól hasonlít a szerelő úrra. Nem lehet egy testvére? Hát az ki van zárva. Melyik? Itt az apukája. Tényleg nézd. Gino a legnőbb gettó. Hát tényleg hasonlítunk. Apja fiatalálkozás. Gino nem lehet, hogy az eltitkolt fiad. Hát nézzem csak meg, mennyire vagy cigány. Egészen. Na hát a Gino elég ránézni. Jó, hát nem számítottam. Jó. Hát nyerek nyerték az overpass, na? Valencia jön. Hogy ki? Ja, hát nem adhat. Tényleg, ahogy még a hangja is olyan, mint a hangja. Persze, van, persze. Hát majd... Tesó? Az baj. Mennyi pénzed van, Stevie? Nekem van olyan 4000-em. Ez nem rossz. Körülbelül. Menjünk már egy sajt. Új telefont kéne venni, mert tönkre mentem én. Az 6000 dollár. Csak nem. Úristen, 6000 dolláros telefon. 400 dollár. Nagyon jó humor. Nem akarnak venni tőlünk ilyen... egy Samsungot? Elvileg már ízé nem gyártják, nagyon ritka, olyan, mint egy Pokémon. 10000-ért a maguké. Mi a kedvenc száma? Mi a kedvenc száma? Nekem? Aha. 15-ös. Bankszámla számot, ne kedvenc számot. Hát az a bankszámla számom nekem. Meg még hozzáírom a 0620. Bekapod, megfúsz. Aló. Gino azért ne legyen ilyen vicces, légy szíves, nem szoktam hozzá. Nyújtsa a telefont a 22-es kedvenc Gino. Akkor a cipőm megnézem. Meg a kupak. Egyet passzolj, már mindjárt szomjan halok. Hát egy kepi van, de azt még be akarom inni. Kösz. Na, hát kedvenc. Figyelj már, nem kell egy telefon 15-i? Meg csokoládom érzik ilyen a kezét, hölgyem. Ja. Mi a kedvenc számot? Uha! Tomás! Steven! Uha! Ebben már is mondom. Miatt, hogy számot írom? Steven! Kész a forgalmi esetleg? Mindjárt leellenőrzem. Igen, de meg karika. Tudja, azt itt a sveszítését megbasznak vajon? Micsodát? Tessék írom. Megint olyan ilyen pina koládát. Így lehet vezetni, ugye? Nem. Jaha, 67. Akkor nem ígtam meg. De hát most mondtad meg. Ezt látni, Galimér, köszi a tényes Ederike, köszi öreg. De te hazudtam. Parancsolj. Nagyon szépen. Köszönöm szépen, hölgyem. Nagyon szívesen. És ment. Jó. Na, akkor láthatnám ezt a forgalmi engedélyt. Még dolgoznak rajta, nem? Micsoda finom kepi. Kinek csak átnyújtanom. Nekem ide 15-ös a kedvenc számom. Jó, adom. Ja, van giveaway! Nyereményjáték van, azt nem is mondtam! Felkért a giveaway! Annyi, hogy bementek, beléptek, beköltek Twitch-en, rányomtak G2-es linkre, az Instagram bele se raktam, mert ott nincs izé, meg feliratkoztak YouTube, és ennyi. Köszönöm szépen. Annyira cuki, mint egy jól lakott óvodás. Mint ha nem lenne elkapcsol. Óriási fejed van, Gino. Kérem, igazolják. 12 perc múlva indul? Ja jó, akkor 12 perc múlva. Mehetünk akkor? Én be is mutatom. Gyere, Gino, van fontosabb dolgunk is. Mehetünk? Köszönöm szépen nekem, hogy a forgalmi rapizitetet márad. Hopp, Daniel Santiago. Micsoda? A forgalmi megjegyzés a hölgy. Igen, igen. Köszönöm. Kivek? Ennyi már Santiago, nekem mutatom. Most nem kéne megkapjam fizikailag a forgalmit? Amúgy most... Tudod, hogy mivel foglalkoztam az elmúlt időben, Lajos? Nem mivel? Informatiki iskolát végeztem. Uram, nem kér, hogy fizikailag megkapjam a forgalmit, amúgy vagy csak az üres papír. Oda tudom magának a dokumentumot. Ja, jó, értem, akkor jó. Köszönöm.
Rendben, nincs. Mivel foglak? Ja, ne itt mondd el, Stevie, előbb rászok a rendőröket. Arra gondoltam, hogy megbilincselte Gino a csajt, addig is elvértük volna a kocsit, a szemmenekültünk volna, de... A gangster élet már nem én vagyok. Próbálok megváltozni. Baj, igen, én is. Elmondom, én is informatikai iskolába jártam, úgyhogy nem gangsterkedtem mostanában. Viszlát. Gino, haladj, már nem érünk rá egész nap. Azt kérik, igazolja magamat. Hát, mert ő is azt kért, hogy igazolja. Jó, de én, nekem eltűnt a személy, most akarom újra csináltatni igazából. Na, akkor elkísérjük. Gino, Gino, mit művelsz? Megyük. Akkor megyünk oda iratot csinálni. Igen, igen, ostali. Nyomjad, baszd meg! Úristen, milyen autó ez? Menj iratot csináltatni, nálam fegyver is van. Azt kérem, nagyon te vagy Lajos, nagyon te vagy Lajos. Maradj csomiba, amúgy piszkos. Basz meg. Erre van? Ilyet csinál... Nem, nem, jöjj ide. Ah, merre kell venni? Ja, akkor eltévesztettük az utat, elnézést. Ah, ne! Munkaügyi. Mire mondtam, arra kell menni? Azt hittem, erre van. Nem, erre van. Bugabuga Street, Bugabuga Street, oda kell menni. Jézusom, itt van Renix. Csá, Renix. Megtaláltam, hogy itt a városbér, úgy tudom. Mi a pálya? Kíváncsi vagyok. Jó, így is dagadt vagy már, Gino. Én. Hú, azért sok FPS-em nincs. Azt be kell valljam. Merre van a munkaügyi? Szerintem itt erre egyenesen, és utána igen? Jobbra. És hogyha... Amerikai zászlót látok a GPS-en, így van. Jobbra? Most? Aha, igen. Jobbra. Utána megint jobbra az első kanyarnál. Ja, jó, látom. És itt vagy balra. Hát az ott nem az lesz. Ez szerintem nem az. Most hol vagy? Ez mi ez itt? Félrevezettek, ez nem a munkaügyi? Ez az FBI. Ó! Isten, munkaügyi! Az hol van? Hát ott felfele, ott... Hol többnyire szokott? Vezetnének minket, kérem! Megtaláltam, megtaláltam! Na, akkor mennyi? Na, mennyi? Megyek, megyek! Erre, erre visz a GPS! Minden jó pörög azért, helyes, helyes! Na, és akkor eddig informatikával foglalkoztál? Informatika iskolába jártam, és Timivel foglalkoztatok a jellemtelen életetekkel. Én a Black Street Boys sajnos be kellett csuknom. Nem volt kifizetődő már üzemeltetni. Plusz már csak én voltam benne, úgyhogy... Hát, anyuka. Én informatikát tanultam, és a kedves osztálytársam volt. Pillecukor, megházasodtunk, és már három gyermekünk van. Na, gratulálok. Köszönöm szépen. Ez igen. Gondolom sokat érzed. Még tovább, kerüljön. Nem itt az elején. Te teljesen szerelmes vagy fülig? Én még ilyet nem éreztem, női rend. Úristen, de jó. Kicsit irigy vagyok. Nagyon jó, itt. Nagyon jó. Ügyesek. Rendben, Gino-ka. Amúgy nem tűnt fel nekik, hogy amúgy szutyogtam mi vagyok, de amúgy meg Lapos Lajos. Megcsináltak jól nekik mindenüket, mi semmiük nincs. Kikérem magamnak, uram, nekem van személyim. Hát előbb Lapos Lajos voltál, azután meg más volt. Lapos Lajos az előadói személy. Nevem. Jaj. Ez így van. Tominak. Tominak, Szutyok Tomi. Így van. MC Szutyok Tomi. És ez hogy jött ez Szutyok Tomi? Kollega. Ki adta? Édesanyám, mikor megszülettem. Sajnálom magam. Hát én is. Szutykot hozott a világra, tudja, hogy van ez. Mondja Steven Tomasso. Szép napokat. Szevasz. De hát igen, Lapos Lajos az előadói nevem. Tudja, mint Eminemnek a... Itt az úrtam, hogy csak azért kísértük el, mert kérte Eminem jelvényünket, aztán meg kiderült, hogy nála semmi nincs. Hát de mondtam, hogy elhagytam, biztos úr. Éppen megcsináltad egyébként, Gino, szépen. A kocsira is kíváncsi, hogy volt a forgalmi előre. 12 perc van, akkor giveaway? Azt én 6-ra raktam szerintem, de lehet, hogy akkor nem. Figyelj, mert tudsz úgy tudni, hogy annál a személynél lehetne kivenni. Van egy-két információ, ezt kiplakáltam, és tessék elolvasni. Rendben, rendben. Miért vagyok folyamat szomjas? Nagyon sokat fognak segíteni. Megiszak napi 4 liter vizet. Igen, mutattam. Cuccod, nem is tudni ezt az egészet. Ezt mondja, hogy most lesz csapat, mert öt fog eszem streamálni. Ó, buta! A22. Nem szóltam akkor. Betű. Jó. 22, hát itt ilyen nincsen. Hát pedig ott van. Nem, hogy lehetek ilyen buta? Amúgy enni kéne. Ezen a szervon szerintem még nem volt olyan, hogy ne haltam volna ihen. 20, na most már ott van. Na? Na? Hogy hívják az urat? Travis Lincoln. Mikor született? Mennyi meg kellő kiváltani? 95 első. Igen, első. Hallod, adsz egy izé pár száz dodót, első, Steven. Elsője. Megnéztem a másikon? Persze, okay. Lajos. Ez igen, mi ez igen. Mennyire van szükséged? Még egy 500-ra. Mi is a kedvenc számod? 15. Hogy jön erre?
Gondoljon, fejelje meg, itt van egy billentyűzet, Ancsoly? Itt aha. A úrnál, nyomja meg az X-et. Aha, aha, jó, megvan, közi. Nincs, 20 000 dollár lesz. Hát te biztos, hogy éreged? Biztos. Mit csinálok, hogy veszem, hogy veszem ki a személyét? Most szolgálnak és védenek, nem? Ha jól hallottam, hogy valaki milliárdos? Persze, az összes rendőr az. Uram, esetleg nézzel rám, aztán miért mérlegeljük? Ha, és most mi van? Meg egy telefon, tettel az úton 20 000. Oké, mert nem vagyok szutyog, Tomi. Figyeljenek, majd úgy csinálok. Egy olyan telefont, egy olyan telefont, amit nem is gyártanak. Maguk éregettek még egyszer egy hölgytől. Mi nem, soha nem tennénk ilyet. Lapos Lajos a büszkeséget sugallja. Én soha nem kéregetnék. Sajnos, hogy szerintem becsődött, mert már hónapok óta nem lett volna. Ja, ugye rágondolja, hát ő kínált minket pénzzel, aztán meg megpróbált előadni. Ja, hát igen, és 3 gyerekem most Stevie-től. Igen. Ki az tudja igen. Még kitől, de hát ez a mai világban már elfogadott. Mondjanak nekem egy bankszámlaszámot. 38. 15. Húha, lövöldöznek. 67-es hölgyem. 67. Cucunak nem akarnak küldeni. Cucu is kollega, ne kéreges. Cucu, be kéne állni rendőrnek is. Hogy ő rendőr? Már majdnem mondtam valamit. Mondd. Hát semmi, csak jó a kalapot. Nyugodtan mondani. Ezt a legjobb rendőr. Jól hallom, Mexico? Si. Papa Vierto, szenyori. Mi sokat szöveg. Voltam Mexikóba. Novi, köszi a tél és tuzankedvége, köszi öreg, köszi szépen. Akkor Tiamo, Si. Tiamo. Vierte, Huerte? Juanita, Monica Show. Amúgy a Sákos Komo ezt az bibliotékát, ennyi tudok többet. A spanyol szókat. Én nem tudok egyet sem, hogy őszinte legyek. Szókat? Szavakat, uraim, szavakat. Szókat, én szél vagyok. Rendőr elnézzük. Félig olasz, kínai, japán. Aha, ez most amúgy sértés volt. Nézést, hogy lehet, nem akartam degradálni. Most mondtam, egy most egésznek mellett, két fele van, hogy lehet három fele? Mi? Hát, jó hallotta. Most azért nyertem boroszolta meg matekból, és úgyhogy nem tudom most miről. Hogy lehet rendőr? Nem baj, majd segítünk. Indulhatunk akkor? Így is van, így is van. Tehát jók legyenek, aztán nem rabolni, nem gyilkolni. Én már felhagytam az ilyen cselekedetekkel. Azzal csinálta? Disznóság. Régen. Aj. Ez nem menni jó. Ez már szinte felháborít. Kiessünk! Hív a kötelesség! Na csehát egy 5 perc és indul a nyereményjáték, hogy meg készüljetek. Felemelkedő stílust. Menjünk. Menjünk, eredjünk. Menjünk. Viszlát! Viszlát, azt a cucut le kéne vágni amúgy. Ilyen cucut? Várjál, mondom, tudjátok, hogy kinyitni a csomagtartót, mert elvileg kéne legyen 50 000 piszkos pénz a csomiba. Ha jól emlékszem, mielőtt... Jól emlékszem, mielőtt leléptem innen, pár hónappal lesz őt benne hagyta a csomiba egy csomó pénzt. De nem tudom, hogy kell kinyitni a csomit. Milyen izgalmas lenne, ha azt kimosatnánk, érted? Aha. Jaj, csak hát annyit nyitjuk ki. A Mekibe álljunk már, meg erre fele van itt. Jó, a Mekibe megbeszéljük a tervet. Ja, jó ötlet, a Mekibe, mint az igazi bűnözők, a megbizéd, még egy izé gyerek belünne, vegyünk közt azt a játékokkal izé. De, vegyük már. Amúgy tényleg akartam Happy Meal-t. Jó, legyen, én fizetem. Harry Potteres játékok vannak. Hol a Meki? Előre, mennyi. A lényeg, hogy informatikát tanultam, képzeljétek el. Kurva jól ment, de most mindegy, nem is az a lényeg. Aztán, hát megtanultam azt is, hogy esetleges bolt rendszereket hogyan lehetne felhekkelni, képzeljétek el. Ilyenek ezért, ez itt a megkínálmezem az. Igen, de kevés FPS-em van. Mit szólnátok hozzá, hogyha mennénk és Windows rendszereket telepítenénk, Windows alt 7. rendszereket, fel, le, érted, ilyen vírusírtó, olyan vírusírtó, azt közben jól kipakolnánk. Nem, kell, azt ki kéne öltözni kicsit, mert most nem nézünk kiptóságosan. Persze, át kell venni valami. De barkoljunk be, kéne. Csak leülünk akkor, nem? Nincsen drive get. Ja, amúgy komolyan mondom. De megnézem, hogy akkor mi van a csomiba. Jó, van legyen. Hát ez üres. Az jó, gond. De vagy lehet a másik kocsimba raktam. Azért lehet. Raktad a forgalmit. Azt a másikba raktam, mert úgy voltam, hogy abban rakom, mert az volt a tárolós, ebben meg... Ezzel meg mentem össze-vissza. Bevágok gyors egy kólát. Szerintem itt nem miért a bejárat. Az? Ez való igaz. Igen. Most vagyok. Csomagtató törlés volt? Volt csomagtató törlés? Akkor elveszett. Ez zárva van. Amúgy csak mondom. Ó, oh, mégse. Nappal sokkal olcsóbb, tudtad? 350 dollár egy Big Mac! Mi? Jézus Isten! Jó, hát azért dupla sajtburgert megeszek.
Ennyire ki vagy tömve, ez nagyon drága. Hát, sajtos mekrejában csak sima van? Na várjál, egy szósz és csak sima sajtos egy szósz mekrejában? És egy szendvics ugyanannyi. Hogy van ez? Még hagyjál. Nem férjen hogy... nálam több, mi? Ketchup, de... Jézus Isten. Van egyáltalán izé, gyerek menü? Hát, nincs. Hát jó, akkor Megmoment menü, jó lesz az neked. Jó lesz. Egységesek az árak, ahogy látom. Egy ketchup annyiba kerül, mint egy Big Mac. Azt mondod, Mark, valaki meg tudja erősíteni, hogy vagy csomagtartó törlés? Chat. Akkor nem keresem felesen, de megnézzük amúgy. Na jó, azt mondom, menjünk. Várjonád van fegyver, Gino. Nálam is van. Na várjál, venni kéne egy telót először mindenek előtt. Hát az hogyne. Szerintem menjünk először, az jó ötlet, itt rabolnak mellettünk amúgy. Nagyon komoly vagyok, nagyon komoly vagyok, érted? Azt mondod, hogy informatikus, hogy miért van nálad fegyver? Hát... Én nem ismerek durva rendszergazdákat. Na várjunk, hogy tényleg meg kéne nézni a másik kocsimat. Mert annak a csomélyben van 50 ezer, akkor az jó lenne. Az nagyon jó lenne. Akkor meg közben beugrunk egy boltba. Meg amúgy a boltba lehet ott kéne kaját venni, mert szerintem ott nem 3.50 félek, egy burger. Attól félek, túl sokáig voltak egy lerakva, érted azt a felfeszegetőt. Hát ahogy én is attól félek, hogy megöli feltörték. Szopják. De egy próbáld megér megnézni. De hát ha nem, akkor rablunk egy újat. A babettával az öreg. Ez az izé, hát ez az a csávó, aki... A mexikói rendőr. De a mexikói rendőr, amíg nekem tudom a nevét, de meg akart dölni Gino. Igen, ő volt. Csikó csőr. Húzolhattuk volna amúgy a kocsiba. Hát rendőr. Hát ez az. Hát gyors, gyors megnézem a kocsi csomiát. Egy mukkocse szólok, egy mukkocse itt ezen a helyen. Maradjatok a kocsiba addig. Jó. Rendben Lajos. Ez a Lajos tiszta gyagya. Jó, az Dávid. Na most ugrik a majom a vízbe. Olyan bazd meg, Zsino, ez lóvai, nem? Nekem nem. Engem mindig csak lehúz, mint a szar. Benne lesz olyan? Na Mizu? Hát, ezt feltörték. És pincünk. Mindegy. Nincs is, mi? Mindegy. Menjünk ezzel, ez jó. Ja, Hyundai, de küldött nekem 12 ezeret a rendőr a telómért, csak mondom. Dávid, köszi a 35. hónapod egyhuzamba. Jó ég. De senki nem csinált még ilyet amúgy. Annyira lemerült az akkumulátorom, hogy hihetetlen. Hogy ki is dobom idén a picsába. Várjátok, beugrunk a bankba. Mert kell pénz. Nem bírom el, ja de nagyon komoly informatikusnak kell majd kinézni. Jézusom Lajos, jó vagy? De amúgy, ha jól emléksz, átöltözés se túl olcsó. Ja. Oh. Ja, már megvan. Ó. Oh. Tényleg küldött 12 ezeret. Ki vagyok tömve? 8500 van a zseb, egyenlegemet. Engem nem szolgálnak ki, baszod. A billentyűzettel. Igen, a billentyűzettel, igen, azt nézzen. Aha. 1000 veszek föl egy kis pénzt. Ú, nagyon ki vagyok tömve amúgy. Nem megyünk a kurvázni? Sorry Greg, ez egy dollárosokat? Hú, amúgy én megy előre, kurva jó most! Kett viszont elindult a nyereményjáték, úgyhogy aki akar, felkérte kifejezni most! És be is tudtak lépni, lehet darab, lehet nyerni 2 darab, 50 eurós Steam gift cardot, szóval gyakorlatilag kaptok 50 eurót a Steam balanszotokat, és bármilyen játékot tudtok bele vagy venni. Ha érdekel titeket, felkiáltó jelgébe vagy. Informatikát tanultam, szerinted mégis mennyi pénzem lenne? Ebből a legdrágább autó. Jó, megveszem, baszki. Beugrunk egy izébe, akkor itt telóér, ez fontos. Jó, utána majd az autókereskedésbe, mert nem hiszi el, hogy 3 millió van. Hogy hidébe? Egy időt vagy 15 dollárért lehet kajákat venni, miért vásárolna meg kibe? Hát, ez jó kérdés. Veszek egy kis kaját, amúgy. Ja, girosztál, ez itt is 120. Bozsori. Úristen. Hol van telefon? Most vak vagyok? Vagy én nem látom? De itt nem árul. Lehet, nem árulnak, de hol árulnak telefont akkor? Hát, én nem is tudok venni semmit. Tele vagyok mindennel. Valakinek kell egy baseball ütő amúgy? Ezt nem. Állam is foglalod a helyeket. Na, de akkor hol árulnak telefont? A baseball ütőt a picsába. Ja nem, belerakom inkább a verdádba. Na várj, ez probléma. Uh-huh. Ez micsoda? Hát akkor hol árulnak telefont, igen. Hát a franc se tudja, de minek nekünk telefon? Hát minek? Hát jó, akkor nem kell, hát kommunikáljunk egymással, mondjuk kérek. Csak a kibaszott telefon nyomkodod egész álló nap. Twitterre posztolni, Insta story, tudod? Ők tényleg baszk, be kéne csajozni. Hol lehet telefont venni akkor?
kurva élet, akkor hát de valahol csak lehet telefont venni. Biztos, hogy ilyen boltba hozzá fel, lehet készülünk. Jutni. Na jó, hát, azt nem mondjátok, hogy nem. Nincs valami telefonos bolt? De biztos van a búgy. Csak nem tudom, hogy hol. Hopp. Mindjárt megnézem. Hopp, van olyan itt egy elektronikai bolt, elnézünk oda? Na, no, az lesz az, az lesz. Az a mi helyünk. Hát ha annyira tele vagy, Steven, akkor vehetél nekünk telefon. De laptopot is ennyi erővel, meg egy izét PS5. PS5-t egy godoforozzunk utána izén Gino-nál. Azért, mert nem osztogatok. Jó, nem osztogatod, ez ilyen ajándék, igen. Ugye. Az ajándék az csak úgy, ha nem tudsz róla. Neked ez mi olyan, mint nekünk. És addig meg boltot rapoljuk itt a informatikus, meg utána át kéne öltözni még gyors. Már is szerintem. Akkor izét túlsz, meg ilyenek nem is kell, nem? Nem, itt úsz nélkül, te persze. És mit ad, és mi van, nem hiszik el? Nem, informatikusok vagyunk. Olyan szinten hitelesek leszünk, hogy azt el kell vinniük. Persze, nagyon sok szakszót ismerek. Mint például? Például lobtár. Jó, én tudok egyet, figyelj. Lopi. Lopi disk. Aha, nagyon sokat tanultam róla is. Fekete. Róla is. Kicsi. Mi? Mint Gino-nak. Mint Gino-nak, igen. De most mi a fekete és kicsi? Na hát, na mi Gino. De mi így is szeretünk, foglalkozz vele. Jó. Jó. Írta, hogy tudja, miért van kevés FPS-em? Én meg gondolom, nemzeti miatt írta, de ilyen helyeken sincs sokan úgy valamiért, pedig egész komolyan számítom. Hát, már nekem bonyolult. Perifériák a számító kompjúterhez, mert ez fontos. Szementek az mennyire jó egyébként? Nekem nagyon stabil. Érdekes. Nagyon stabil. Nem szopat. Ez várja, Várja, nem jó helyen vagyunk. Vagy itt, nézzétek itt. Hopp. Azt a minden. Itt lehet Apple, $400, aha, Bluetooth, Wi-Fi, távirányító, DJ szoftver. Veszek egy telót. Rádiót is? Á, az béna, nem? Jó, ezt a baseball ütőt, ezt eldobom a picsába. Add ide. Nekem nincs fegyverem. Jó, ja, nem kell, ezért informatikusok vagyunk. Hopp, megvan a teló. Aha. Egészség. Ó, mi a fasz? Uber Eats. Ez mi? Lehet kaját rendelni? Ilyen nem munkakeresés. Hogy használ adat el? Hűha, passzab akar dolgozni. Jézus. Ezt kidolgozik a mai világban, Gino. Munkabefény, nem bírom befény. Csak egérre lehet használni? Mindegy. Még szakadnan nekem ez a telefon. Ó, Twitter letöltés. Azt mondja, hogy www.pina.hu. Az jó oldal? Jó. Miért szív? Menjünk! Öltözünk át! Ez bonyolult. Jó, majd nyomul is. Nekem is bonyolult, nem érdekel ilyenekhez. Beülök, igen. Regisztrált. És mi legyen hogyha baj van, akkor mi legyen a szó, amit használunk? Amikor para van? Aha. Ha legyen egy jelszó, az tetszik? Hihetetlen. Igen, igen. Mondjuk valami az, amire nem jönnek rá, mondjuk... Shakira! Shakira, jó! Az így jó van. Lesz, jó lesz. Shakira. És hogyha mondjuk baj van, akkor utána be lehet nyomni azt is, hogy csak vakká, és akkor nem tudják, nem esik le nekik. Jó, menni fog. Lát, igen, és akkor csak szimplán előadjuk, így van. Előadjuk, hogy az ő dalát énekeljük. Ezzel egyébként mentálisan hihetetlenül összezavarjuk majd a zsarokat. Hát addig oké, de most oké, be vagyok a Shakira, de utána hogy jövünk el? De látod, hát kivakavakázunk, nem tudom. Lelőjük a rendőröket. Várja, autó, mi az ruhabolt kell. Össze-vissza menjek céltalanul. Mindegy, hogyha valami para lenne, és akkor Shakira. De mikor kezdődik 7-kor? Keresni kellene nekünk valami menekülő útvonalat, ahol biztos le tudjuk rázni a zsarukat, mert olyan verdák vannak ott a izé állományban, ahogy láttam, hogy ezzel a Hyundai-jal soha nem fogjuk hagyni. Gábor. Ez mi ez? Ez egy Honda. Mert mivel ez egy nagyon jó autó, ne haragudj. $20,000 vettem. Korvó, olyan lett a hajó, mint egy autó. Szó se róla. Csak mi? Hát nem egy 500-zal tudod, mint a normális autók. Aztán az lehet, hogy gond lesz. Hát visszavisszük a telepre, csippeljék meg. Jó, akkor öltözünk ki ilyen izébe, hogy öltözünk az informatikusok ilyen öltöny? Nem, az túl sok, nem? Nem, ilyen hanyag, kicsit hanyag. Jó, öltöz fel, aztán mutasd meg nekünk, kicsit hanyag, akkor egyem le. Aha, igen, le kell lenni, kicsit össze. Amikor kezdődik 9-kor. Remélem lesz itt hely nekünk. Hát, kicsit nagy a hátra. Na várj. Csak izék vannak. Na várjátok. Felső. Tényleg, mikor estél így azt a Gino amúgy tesó? Mert régen máshogy néztél ki, úgy tőképesebbnek tűntél. 15. Ilyenkor amúgy hallotok, amikor sapkát próbálok? Ja.
Aha. Még te nem engem, úgyhogy annyira nem jó. Hol lehet valami ing? Hogy néz ki egy informatikus? Chat, mit mondtak? Ez nagyon jó, nem? Tudsz jönni játszani is, Rox? Ez nagyon... Rá van írva, egy informatikus gyakorlatilag. Már hogy jönöm forgatni, kameraforgatás. Oké, felbírom tenni a kezem. Ez a baj az ingén vagy szakad, nem bírsz beszélni öltözés közben ilyenek. Ezért szerintem csak a TS-tem, hogy nincs idő játszani, de szomorú. De szomorú. Na várjátok, nyaklánc, kell valami fuchs, nem? Ó, egy ilyen, hogy vasz, mondjuk, hogy vallásosak is vagyunk, nagyon jó. Kockásing. Jó, de a többiek biztosabban öltöznek bele. Szerintem ez így nagyon jó, várjál. Jó, $400! Informatikus Lajos. Ez nagyon én vagyok, még egy keresztet is raktam a nyakamba. Azt mondom, hogy egy vallásos vagyok. PV-jelzünk csak, mert szétizzadnának a nézők. Aha! Zsír. Hát az a baj, én nem tudtam beszélni közben, úgyhogy... Ja, én se. Én egy kis izébe leszek, csillesbe. Csak az a baj, a piros szemem távolra is felismerik. Na várjunk, 111-es mondjuk, opá, ez majdnem jó lett. 111, hát nem. Hol lehet izét próbálni? Sapkát meg ilyeneket? Keresd egy... Na, nem bírok beszélni közben. Nem tudom. Kell Milyen nadrágot kéne hordjunk, chat? Valami... Valami egyszerű. Na, ez nagyon jó. Ez szinte... ez nagyon jó. Informatikus Lajos, így van. Szinte... Ránézel és ő egy informatikus. Nem, amúgy nem. Neki is olyan... Te is ilyen pólót választasz? Hogyne. Ugyanolyan? Az nem fogja zavarni őket? Nem, hát... Amúgy Gino, nem akarlak elkeseríteni, de... Spongya babos. Jó, mondjuk talán iszik, de akkor izé add is elő, hogy te... Nem tudom, vágod, izé szűz vagy, meg még spongya babot szoktál nézni, pedig 30 éves vagy. Jó, jogos. Hol vannak a sapkák? Sapka? Tényleg Gino, te ilyen nagyon kockát alakíts majd, jó? Ja, mondd, hogy izé, a Minecraft-ba is így szokott lenni, vagy valami ilyesmiket. Hol vannak a sapkák? Hol vannak a sapkák? Haló? Svak vagyok amúgy? Cipő, van cipő. Sapka nincs amúgy. Mindegy. Valahol biztos meg lesz. Jó, kell nekem sapka. Ezt én nem találtam, hol a sapka amúgy. Milyen pólód van? $700 egy cipő? WTF. Sima 15-ös. Ja. Gino maszk van, miért? Várjátok, K betű van, nem lehet... Nincs ilyen menü, hogy levenjem a sapkámat amúgy? Nem kell külön sapka, csak le akarom menni. K, L, M, N, J, Z, ruhák. Jó. Nagyon ott van. Nadrágot hol találok? Itt erre. Én így jó vagyok, nem? Nézzétek! Pompás. Hol a szemüveg? Hát az jó kérdés, nem tudom. De nem bírod venni. Csino, te nem úgy nézel ki. Úgy nézel ki, mint egy... Aki lekésel valakit a sarkon, nem úgy, mint egy informatikus. De most várjál még, nem vagyok készen. Jó. Szemüvekkel, csak nem talál, hol van? Én felvett egy maszkot legalább. Mindig fölveszem. Lehet, hogy ebben a boltban nincs. Hát akkor gyorsan kell keresni. Hát én nem nagyon van. Termékintek. Akkor menjünk gyorsan egy másikba. Jó, másikba. És emlékeztek még, hogy kell feltörni a széfet? Jaj, persze. Ilyen kattogós annak... módszer, nem? Igen. Mit ez a spongya babos, nem azt rúgod, egy kocka vagyok? Pont erre gondolt. Valami izét, úgy kell csinálnod, Gino, tényleg, ahogy mondta Lajos is, hogy valami egy kis szűz kocka gyerek vagy, érted, akinek mindene a
szoftverfejlesztés, meg stb. Stb. Értem. Így van. Nem. És mondta, hogy most fejlesztettél ki egy játékot, az a neve, hogy Roblox. Aha. 2.0. Bocsi! Ajaj. Ajaj. Meg. Izzad a tenyér. Nem. Nem. Annyira nem. Nem. Tesó. Azt pedig már azt hittük. Nem. Véletlen se izzad. Jaj, jó van akkor. De arra, hogy nektek bette. Semmi probléma. Ugye, mi csak csumázgatunk, tesó. Itt semmi erőszak, érti? Jó csumázgatást. Na jó van. Jó van, csumázgassatok, tesó, cseh. Szapjatok le. Csumázgatás? Ez elég bizarul hangzik, amúgy... Nem tudom, mit kukoricát csumáltak, vagy mit? Lehet egymást. Én is aggatom, de lehet egymást. Persze, gyúrják a faszukat. Nekem is kell egy szemüveg. Mind a hárman legyünk szemüvegesek, nem? Jó, meg ezt a sapkát vedd le amúgy. Normális vagy, Gino? Itt van a szemüveg, nézd. Még egyszer, meg ne. Elképesztő vagy, Gino. Jaj, visszajöttem a sapkám. Nincs... Nice. Nagyon jó. Ez életem vétele. Amúgy Lajos, ez nagyon te vagy. Ez nagyon én vagyok, így szerintem is. Ez így nagyon jó. Ezt sapit még levesszük. Na jó, így! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó. Várjál, nem. Ez is nagyon jó. Felvesztem a headsetet. Ez a gamer headset. Persze. Hallod, Lajos? Hogy nézek ki? Ha? Az gamer? Gamer fejhallgató rajtad? Aha, csak kicsit... Sokat! Tompít! Vagy mi az hangszigetel? Igen, elég jónak tűnik. Hogy te kettővel nyomod. Én kettővel tolom. Ja, jó, bocsánat. Jó, jók leszünk. Gino, te hogy nézel ki? Várjál már, no. Kapka kell. Allig marad meg az orrom. Hát most az informatikus... Zsolti köszítés 12-ig, és ne felejtsd a nyereményjátékba felkett giveaway. Egy hétig tart, május 1-én vagy másodikán van sorsás, jól tudom. Felsőjén szerintem, vasárnapod egy hét múlva, szóval lehetőleg belépni, annyi, hogy a gigantesekre minden 24 órában rá tudtok kattintani. Szóval annyi, hogy igazából mindent egyszer tudtok megcsinálni, a követést és a feliratkozást is, viszont a gigantes linkre a napi szinten rá tudtok nyomni, és 3 pontot ad még a másik egyet, szóval ha minden nap rányomtok, hogy akár több eséllyel tudtok majd nyerni. Ugye annyi. Hallod Gino, hallod, mert olyan vagy, mint valami csaj. Hallod, pedig még közöd nem vagy csajokhoz. Igen, de úgy néz ki, hogy motoros. Az orrán hogy áll majd a szemüveg? Azt meg kell nézned. Jó, hát a maszk van rajta, a folyamat nem bírom. Hallod? Nem bevetési osztag leszünk amúgy Gino, baszki. Gino szerintem nem értett az informatikus feladatát. Ő kéne kinézzen a leggázabbul. Mondjuk az a sisak az nagyon te voltál, Gino. Ó, oh, az a kis sisak kell neked! Menj vissza, nem igen. Hal, bassza meg! Rajta van a fején. Az a kis sisak kell. Nem is hal, de hallani hal, csak ő nem tud beszélni szerintem. Ja. Melyikre gondolsz? A kis biciklis sisak. Tényleg, a biciklis sisak, Gino. Azaz, menj a biciklis ez sisak. Ez, Gino, ha hallasz, ez legyen. Jó lesz. Ez már valami mentős, az a baj. Igen, ez nem lesz jó. Van a másik. Csak haladj már, Gino, mert egész nap itt leszünk, komolyan mondom, tényleg rosszabb, mint valami nő. Steven, akkor te készen állsz a domákkal? Én készen, és akkor mi lesz a magyarázatunk arra, hogy egy széfet próbálunk feltörni? Abban van valami szoftver, ami megállítja a világ végét? Bizony, belenyúltunk a számítógépes rendszerbe, érted Lajos? És hát figyelmetlenek voltunk, ezért beriasztotta a biztonsági rendszer, amit nekünk kell kezelni és iktatni a problémákat. Igazából gyönyörű vagy, Gino, gyönyörű. Nem is füles van, hanem munkavédelmi izé. Nem, ez egy füles. Nem. Az hogy lenne már? Ez új brand. Ez HyperX. Jó, menjünk, mert lövöldöznek. Te bingo fejhallgatód, az azt hiszem, hogy jobb, Gino. Úristen! Nem láttuk semmit. Menjünk gyorsan, menjünk. Mi a fasz?
Gino-t kibombázták! Halló? Gino! Csinálték meg! Gino, baszki, mi történt? Mi történt? Miért lőttek le minket? Fogalmam sincs! Halló? Jézus Isten, ezek barbárok! Gino! Gino! Halló? Történt amúgy? Én még most is próbálom felfogni a helyzetet. Ahogy egy barátom mondta, rendesen sokkot kaptam, érted? Most én is rendesen. Miért kezdtek el lőni ránk? Fogalmam sincs, hogy ők mit szerettek. Hát ez report amúgy? Vagy ez itt elfogadott? Mert, hát, hanem akkor én reportot. Ilyen-olyan élő adásokat nézegetnek, érted aztán? Várjál, most gondolkodnom. Megint ők. Igen, valószínűleg. Elfejl egy reportot. Hát nem egyeztetünk emberekkel, akkor itt lesznek és jönnek. Nem egyeztessünk akkor? Igen. Gino, Gino egyeztesse valakikkel. Hát a gyengék ugye hallott még. Ja, szerintem muszáj. Csak megpihent egy kicsit, lefeküdt ide a vállamra. Persze, hosszú nap, elfáradt. Intézzem? Hát jó, intézheted. Valaki kiklippelicset, köszi. Szegény. Jaj, a klipp, valaki gyorsan kiklippeli, ezt megköszönöm, akkor el tudjuk küldeni egyből az adott embernek. Serfénykebb, jó. Ó. Hello. Jó. Hello. Mindjárt küldek egy klippet. Történt érdekes eset velünk. Nem tudom, hogy... Most írt itt nekem ez az úr, hogy itt van egy kis probléma. Igen, annyi történt gyakorlatilag, hogy öltöztünk a robotba, kijöttünk, valaki odaállt mellénk, vagy nem is állt oda mellénk, csak elgurult mellettünk, aztán szó nélkül kilőtték igazából. Szia. De mindjárt lesz klipp. De tényleg nem is semmi RP nem adnál, csak oda jöttek, kilőtték, azt tovább mentek. Hát meg közünk nem volt semmi a szituáció. Tényleg nem is ismerik őket, meg semmi. Persze, mindjárt küldöm, csak adj egy percet. El kell lépek RRP Discordra, úgy érzem. Valaki küldi, akkor nekem chat létszi. Legyetek oly szívesek. Az lesz az? Hello, Brent! Úristen! Nem láttuk semmit. Hopp. Na, Discordon tudom küldeni? Mindjárt megkereslek. Mondanom a oldalt már. Ez egy klip, vagy mi lesz? Klip, hát Twitch klip. Jó, küldjed akkor a privátomra. Jaja. Addig meg... Fel kell jöpök az RRP Discordra gyorsan. Jó. Majd most. Ez lesz az. Fő admin az úriember, ugye? Super Alpha Birdy. Hopp. Vissza kell jönnem. Küldtem is. Most pont. Igen, látom, kilőtt ki. Rá egy percre, sőt fél percre ki is lépett a szerverről. Igen. Várható volt, igen. A szokásos. Megnézem, hogy ő kicsoda, micsoda, jó? Oksa, köszi. Szegény serfa. Valahogy gondoltam. Hát addig be tudok lenni pont a gyereményjátékba. Hát ő nem frakciótag, egy mezei munkanélküli volt. Megnézem a videót, de ez eddig DM. Na. Miki Eger kapaszkodásnál, és persze diplád. Hogyne. Nem tudom miért. De hogyha jobban lenne a hajam, akkor jó amúgy, de... Mindenki ezzel fog baszni, hogy kapaszkodok, de jó. Még olyan gyerem is. Hogy nem tudom. Rossz a hairline-om csak. Igen, négyesen kapaszkodik, persze. Jó, srácok, ez... Mindenféleképpen megkapja a szankcióját.
Köszi szépen. Köszönjük szépen. Akkor folytatjuk is. A kocsira kérhetnénk még egy fixet esetleg? Mert elég tehetetlen vagy serfa. Hát most nem mehetünk így. Azt mondja, mert véres. Köszi szépen. Köszi. Köszi, köszi. Hello, hello. Hello. Az úri emberünk nem volt túl alapos. Ez még próbálkozásnak is mondhatni gyenge volt. Ne, persze, hogy így van. Volt. Na, szóval akkor. Na, igen. Milyen boltot rablunk? Hogy a fegyveredet nem kell elrakni? Oh, de. A csomagtartóba rakjuk be, neked is, ha nem Gene? Ó, de mi van, a rendőrök átnézik a csomagtartót? Nem a miénk. Baszki. Akkor azt kéne, hogy meg kell rakni a korzába, nem? Aha, a korzába pakoljunk le minden ilyen dolgot, hogy egy fogást ne, de még egy toppintás izét találjanak rajtunk. Minden illegális, nem nincs semmi, azt hiszem. Hát, nálam. Az aspirin, nem tudom, az van kólám, de gondolom ez nem sima kóla. Nekem van gumóm. Hát most azért csak megismered, hogy kokaine vagy kóla. Hát nem. Ne, de most nem mondod komolyan. Megbírod inni, vagy felbírod szívni? Hát nem akarom megpróbálni a kocsiba, megmondom őszintén. De próbáld már ki, Gino. Nagyon kipróbáljuk. Kóla és egy kólás doboz? Ez egy kóla? Jó, megírtál egy kólát, igen. De Gino, te tényleg hát, ilyen maga vagy? Te árvas szemébe beszélsz magadról? Áragudjatok már meg, de... Azt mondja, hogy Gino vagyok. 35 grammot így. 35 gram? De miért annyit? Nem tudom. Van egy mérleg álcsőr és az ott méregeted? Gino, te szerintem lehetnének okairoztál. Dolgoztam szakácsként, érted? Tudod, azért... Az a baj, lehet nem zártam be a korzát szerintem. Meg azért foglalkoztam egy dologat. Lehet, hogy ellopták, azt mondom. Hát lehet, hogy lefoglaltak, azt kéne menni, nem? Hát nem tudom, nézzük meg gyorsban. Van valami lefoglaltak? Nem baj, nem láttunk semmit. GPS-en jelöljétek nekem, mint a Bluetooth-tal. Hogyne. Na várjál, baszd. Nem igazán... Megvan. Akkor lefoglaltak, nem? Nem bírom a GPS használni sajnos, de egy ilyen narancsárga... Most. Ja, jó, most. Húlos. Szansz Norbi, köszi a százasért, köszi szépen. Fegyver nélkül, hogy kezded a boltot? Na, baszd meg. Jó kérdés. Valami tényleg, valami kell állunk legyen, nem? Izgulok nagyon amúgy. Nem tudom úgy, de nem elég milli fegyver. Szerintetek be fogják venni a zsaruk a dolgot? Hogy ne venni, persze. Bocsánat, valami baj van nálam. Ja, nem csak nálad, nem csak nálad. Ja, nem, akkor jó. Nem. Én már fejbe készülök a szak... Amúgy valami, ne várjál, de a széfet el tudjuk kezdeni törni, úgyhogy ez én is semmi amúgy, vagy hogy működik ez? Ó, baszki. Ez na, egy... A pisztolyt tuti le kéne rakni. A széfét szerintem igen. Azt mondta, hogy a baseball ütő nálad van protekció miatt. Amit, hogy véd magad, bocsánat, a protekció. Ha persze. Tudom, látta, hogy meghalt a kamera is, az egész OBS-en meghalt egy szekre. Ó, megvan. Na, pakoljátok bele. Így nyitod. Okay. Persze, megvan. Mint a kinyitás. Igen, a lőszert is. Protekció, jó, hát angolul a protectionre gondoltam, you know. You know. Dehogy ne. Ja, mert én... Na, mert Gino éppen pakol. Ja. Na, aztán ezt izé, be kéne zárni, várj, ha fú, hall a kulcs. Jó, megvan. El kéne rejteni, mint a filmekbe, tudod? És akkor lesz egy ilyen illegális kocsink. Oh. Az Opel. És mivel nem hiszik, hogy informatikusak vagyunk, ezt még mindig megkérdezem. Nem kéne valami dokumentáció, hogy mi végeztünk egy egyetemen? Nem. Gino, te vagy a szűz, te majd így datogja veszély, meg mondta, hogy hogyha hölgyön be, akkor mondta, hogy de hagyjulj hozzá, vagy valami ilyesmi. Hát is imagas meg, nem, semmi ilyesmi. Jó. Semmi intim. Gino, te vagy a szűz. Amúgy ez jó szerep. Jó, te. Az már illő. Jó, mi van még olyan, ami... kellene, hogy nálam legyen. Szerintem akkor... E-mailben írok mindenkinek Ineri a giveaway-t. Olyan e-mailt adjadok meg, amit figyeltek, mert ha nem, akkor gond van. Mondjuk én leraktam, hülye vagy? Na, így, jó. Kérdezik, minek nálam? Megvagytok? Igaz, hát baszki, bilincs, érted? Amúgy azt hiszem, azt a gumibotot már régen kellett volna, amikor kilépünk a rendőrségről, hogy szerintem dobd el. Nem tárolgassuk, mert persze megbasznak érte, ez nem jó. Hát igen, meg a bilincset is ered ki. Igen, igen. De a pisztoly ugye nem onnan van. Az nem. De akkor dobd ki légy szegumi botod meg az izét. Jó, oké. A gumibotot meg a mit izét? Bilincs. Jó. Sírni kéne, mert szorít az idő. Várjál, ha igen, itt ez a telefonom. Jó, eldobáltam innen.
Kutyas. Jó. Jó, mindegy. Egyet hagyom. Beállok fel a sarokba, azt akkor megyünk. Jó. Na, zúzzunk. Az éjszakába. Én meg pártam. Úristen, Gino. Te tényleg is. Én meg Léci Cseh, csak azzal csak az arkos dolgot, akinek megvan az ark, és tényleg akar jönni játszani, mert... Ja. Köszönöm, hogy ennyien itt vagyunk. Nagyon rég volt terpén. Haladjunk, gyerünk! Csak lányok és fiú. Nekem bejön ez a szitu, tudod? Ne vágom fejből, hábazd meg! Nem vágom milyen fejből, basszol! Mizu. Csak akkor pulizuk, ha úgy van. Ez hogy vág a fejből? Én csak ilyeneket régen vágok. Régen sokat hallgattam. Oké, jött. Zsófika rágog, mit tudjátok fejből? Persze, hogy te a fejből, nem, de... Azt én tudom. Már, Gino, ezt is tudod fejből, baszki. Nem, valami... Rágóra, gubbi vagy. Na jó, nem érek le, Berika, nem? Szerintem nézzünk valami közeli boltot. Hát már néztem. Ja, hoppá, jaj. Jézusom. Jaj, mi van itt? És egyáltalán megnézzük, hogy az a széfhez mi is van ez pontosan. Jó. A baseball üdő nálatok maradt? Okay. Nem. Azt már rég kidobtam. De ne bassz. De. Aspirin, a kis pénz. Nem bírtam venni se telefon, se kaját. Miért nem? Mert hát egyszerűen nem tudom, nem adtak elég nagy szatyrot, vagy fasz se tudja. Beparkolunk szépen, szabályosan. Kifizetem a parkoló cédulát, addig próbálj majd feltörni. Rendben, nézem. Ja, nem kell ide. Gangsterek vagyunk, elfelejtettem. Ja, passz, kibaszott rossz fiúk vagyok. Itt a számítógép, itt kell terítenni. Na várj, de Gino-nak kéne, várj, ki az, aki fel is tudja törni ezt? Na hát, az jó kérdés. Te fel tudnád, Stevie? Mert az a legnagyobb beégés lenne, nem sikerülne. Egész, ahogy hallom itt a mánia, csak hagyd nézem csak, meg igen. Egy perc múlva addig össze kell szednem a gondolataimat. Van nálatok izé kés vagy valami amúgy egyáltalán? Mert mi van, hogyha mondjuk egy perc múlva lehet, aztán beszopjuk a faszt. Azt mondjuk, az meg. Ezért mondta, hogy maradjon nálatok valami. Mondtad? Gino, te fasz. Ajjaj, beülök addig a kocsiba. Most törődik, majd Egy verbolt van a közelben. Elmelyik fegyverboltban, hogy csak lehet egy kést venni $4000. Mindjárt jövök! Nem tudom, én inkább biztos vennék ki. A késsel kell engedni vajon? Hogy majd biztos kell, de... A késsel, csak nem egy késsel bukik el az egész, vagy érted? Max izé ledobjuk a sarokba, hogyha már nem kell. Szerintem van is engedélye, még fegyverre is egyébként. Mikor törlődnek a kocsik? Kírja, hogy 30 sek múlva vajon? Remélem, mert ha most itt kitörlődik a kocsim, nagyon szomorú leszek. Most 30 sek. Azt kell vásárolni? Cset, mi a fasz van? Nem lehet venni semmit? Na ne, ne! Van már fegyverengedélyed. És hol veszek kést? Most ha visszaülünk, biztosan biztos, de hol veszek kést? Másik kocsi, ami lesz, az kitörlődik. Hiszek. A pultnál jobb ideig, most már bennülök a kocsiba most már. Ki ne lőjenek most, mert... Ez egy NPC. Jó? Altot nyomjak a pultnál. Ő is se... Át vagyok baszva. Pult mögött a zöld CP-ben nem lehet semmit csinálni amúgy. Tényleg nem. Mi a fene van? Mindegy. Lehet már tudták kezdeni a többiek amúgy, nem? Felhívom őket, várj, tényleg. Laggol egy taló nekem. Jaj! Na nem mondod. Ú, de fura. Jó, inkább visszamenjünk. Lehet már rég elkezdték a rablást. Jó, azt hittem utána jön. FPS-em nincs túl sok, ami azt életi.
Nem volt ott szem sehol, néztem. Halló? 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 Persze, csak most Cségó meccset néztünk. Igen, Counter-Strike meccs van, a BGE vezet 10-8 az állás, a BGE-nek van 10 köre, a második meccs. Igen. Aha. Elbasztáltak? Nem kezdtem, mert megvártunk. Nyúkat játszanak most. Gyerünk. Bazd meg. Na jó, kikapcsolok. Mi a baj? Hát 30 másodperc, semmi. Igazából, hát még egyelőre nem tudom. Én ezért mondtam, hogy ezt egyből kell, mert itt verseny van másokkal. Nem fog sikerülni? Hova mentél, Lajos? Bazdmeg, fegyverért, hogy ne kelljen fegyverre, most elbasztátok, meg kellett volna csinálni, hogy lehetett. Ne nézz rám, én a gépet szerelem. Nem az volt... Én nem ér, elvesztettem a fodalat. Én azt hittem, hogy elmész fegyverért, hogy tudjuk kezdeni. Én is azt hittem. Igen, de te tudtad volna kezdeni nélkül, és azt mondod egy percem. Nem tudtuk, hol vagy. Érted, mi vagy, addigra kijönnek a rendőrök. De nem jöttek volna ki, visszajöttem, de így most meg nem bírjuk 17 percig elkezdeni. Az baj. Az nagy baj. Olyan nincs, hogy ne tudjuk elkezdeni. Hát olyan azonnal megyünk valahova máshova. Keresünk egy másikat, így van. Jól lehet, basztátok, komolyan mondom, tényleg informatikusok vagyunk. Én az impaz, meg... Azt mondom, hogy biztos elmegyek egy fegyverért, de hogy elkezdhetétek volna addig. Jó, de és hogyha elkezdjük, azt idejönnek a rendőrök, akkor mi van? Informatikus vagy, nem rablott ki ténylegesen. Gino, tényleg! Jó, de most te ide jössz, érted? Átkutattak, hogy engednek át, ha? Lerakom a kést a csomiba, vagy valami, érted? Jó, lerakod a kést. Ha keresünk egy másik boltot akkor. De azzal se fog menni. Á, Gino, megmondtam, hogy amikor van időnk ki kell használni, bazd meg. De miért nem raboltad, akkor miért nem? Azért, mert Cségó meccset nézel ott a számítógépen, baszki. Hát te mondtad, hogy nézzük. Jól lehet, basztátok. Gino, tessék. Várjál, megnézzük. És nincs is számítógép, Lajos. Nem jó. Az a baj, tényleg, akkor kellett volna csinálni, mert most, hát 15 percig nem tudunk semmit csinálni sajnos. Egy dolgod volt, Steven. Volt. Jó. Egy dolgod volt. Én a dolgomat tökéletesen elvégeztem. Persze, igen, azt a szép, még úgy... Tehát, hogy ékszert se lehet rabolni. Bemeltem konkrétan azt, hogy izé fel tudjam feszegetni. Persze. Hol van az ékszer? De azért nézd, kérlek, hogy áll a meccs? Hogy áll a meccs? Az a baj, nem hallottam. Az a baj. Nem hallottam, mert ordított ott a Counter-Strike mérkőzés. Massz volt. Ez a te felelősséged. Sajnos, de nem baj. ATM. Ebből tanulunk. ATM-en hogy lehet ATM-et feltárni amúgy? Ahhoz mi kell? Vagy mi lesz egy ATM-et? Karban tartunk egy ATM-et. Az jó. És az hogy kell? Az viszont biztos, hogy kell eszköz. Régen csináltam ilyeneket, amikor még benne voltam az alvilágban, érted? A Baris család kiképzett teljesen. Tudom is, hogy hol lehet hozzá vásárolni, azt hiszem. Na, akkor megyünk. Igen, csak hol van az pontosan? Aha. Ott is vagyunk. Jó. És akkor... kell, nem tudom pontosan, milyen eszköz kell az ATM feltöréséhez. Az arra már nem emlékszek sajnos. Gondolom, ami valamilyen izé, vágod ilyen heggesztő, nem? Valami ilyen olyasmi, feszítővas vagy valami heggesztő? Hát a feszítővas azért feszítgetett szerint az ATM, az nem nyílik ki. Szana széjjel baszol. Ilyen hővágó vagy mi az Isten, nem? Az, olyasmi volt. Látok, azt kirántjuk a kocsival. Hú, hát azért a szem problémáim erősen vannak. Hát neked is. Aha, itt vagyunk, nagyon jó. Üdvözlet, uraim. Tiszteletem, uram, tiszteletem. Tiszteletem. Uram, lehetne egy... hát egy kérdés az esetleg? Nyugodtan. Hát, ugye mi ilyen kis zöldfülű emberek vagyunk, próbálkozunk ezzel azzal, és hát lehet, hogy egy ATM... Karpontartás. Maradjunk annyiba, hogy a kártyánkat behúzta az egyik ATM, és saját magunk szeretnénk megoldani. Ugye heggesztő kéne, vagy micsoda? Hát várjál, legalább egyébe kerül. Sziasztok! Hello! A heggesztő, azaz 3500 dollár. És mi csak oda megyünk, azt így felheggesztjük, azt kérdezzük a kártyánk, hogy működik? Hát ez úgy működik, hogy hát igazából kérem valamit, tudjátok, ilyen vízipisztoly.
Ja. Ő is kére hozzá, aztán... Vettem heggesztőt egyébként. Jó. Hát kére valami gyors paripa. Elmenekülni. És egyébként, hogyha nincsen... Na várjál, nem, akkor... mi tényleg csak hát a kártyánkat is... akarjuk kivenni. Tehát ezt a rendőröknek is elmondjuk szívesen. Csak nem szeretnénk megvárni a 3 hetes postázási időt, mert holnap kell lakbért fizetnünk. Értem én. Hát figyeljenek, ott dob. Maradjunk annyiba, próbáljuk okosabban megoldani, mint erőszakkal. Szeretettél valami életben, csak én életben hát nem tettem fel az ATM-et. De tényleg megtettél, megyelte a kártya a lakbérőt egy nappal. Pisztoly, hogy esetleg van, de elég egy kés is, hogyha megteszik. Oké, az meg van Lajos, igaz? Na, nekem a fegyverem az eszem. Na. Hát igen, ennyi. Jó, akkor ennyi. Köszönjük szépen. Bármilyen ATM-et találunk az utcán, fel lehet? Tessék. Bármilyen ATM-et fel lehet? Hát bármilyen, csak hát, hogyha egyszer feltöltik, akkor meg kell várni a lampaoltást. Jó, az isteni. Keresgélünk. Köszönjük. Majd csak lesz. Szevasz főnök, köszi. Viszlát. Csá, csubicső. Rok pár ATM-et. Jó lesz ez, heggesztő nálamban csináljuk szépen. Tökéletes. Ez még jobb is lesz így, higgyétek el. Itt legalább még nem csináltunk, érted? Igen, tényleg nem. És mi lesz a taktika, hogy mi ott állunk és ellenőrizzük a munkát, és te meg felhegeszted? Így van, hát én természetesen szerelem, mert sok panasz érkezett, bejelentés. A sok kártyát nyert el, így van. Így van, hogy nagyon sok kártyát elnyert. És még a Honda Civic, ez egy munkajármű nekünk? Ez egy munkaeszk, igen, munkajármű. Én meg a telefonomban majd pötyögtetek ilyen dolgokat, meg nem tudom. Jó, én meg egy ilyen papírlapot nézek, ami üres. Jó, te nem, te nézed a papírlapot. Akkor teljes a csapat, kérem szépen. Most annak érintős hatém, hogy azóta is csak azt használom. Ez a villanyszerelés. Az volt, hogy bereraktam és lefrissített a tehát elkezdett frissíteni a Windows 7. És benyelte a kártyám. Újra indult és kiért, hogy frissít, és nem akartam elhinni. Fussizunk amúgy, érted? Nem kell most céges kocsi. Fussi? Az mi? Maszek. Vigyázz! Oké. Miért nem maradtam ezt a szót? A fussit még én se. Pedig mert létező. Itt van egy ATM balra, majd mindjárt lesz. Hallottam én is, hogy ez palincs balra, azt sem tudta mit jelent. Mit van? Itt van ez. Nézd meg! Tökéletes, meg is nézem gyorsan. Willis, köszi a TS 8-ékat, köszi öreg! Kinyitom az autót, nagyon jó. Ide futok a lépcsőn fel. Előveszem a heggesztőt. Nagyon próbálom elővenni a heggesztőt. Hihetetlenül szugerálom az ATM-et. Mi lenne, ha inkább az alteregódat használnád? Azt használom. És hogy nem jó? Semmi lehetőség. És hogyha használod? Hogy működik, chat? Szint úgy. Szerintem ez az ATM, ez jó, hibátlan. Ja jó, igen, akkor vagyunk egy másikhoz. Igen, ahogy nézzük. Ez azt jelenti, hogy feltörték, chat? Mindenképpen működőképes. Hol van még ATM szerintetek? Sok helyen. Benzinkút, nálam talán. Tudom, az egyes banktól nem messze. Ezt az ATM-en nem lehet törni? Hát ott én is tudok, ott nagyon sok van, nem a publiknál csinálnám ezt. Ja, elég rizikós, nem csak a rendőrök miatt. Itt esetleg valahol? Ajaj, a szemem. Hogy nyomta? Nem minden ATM-et lehet feltörni? Jó, oké. Bankban. Hát a paletóba tudok egy biztosat egyébként. Jó, hát de elnézhetünk végül is. A az lehet, ha jó, hogy de arra nem biztos, hogy kimentek ma még, nem? Igen. Amúgy. Vagy... Itt is van egy autóján valahol, amúgy ez fix. Itt mögött. Itt van, nem? Itt van egy jobbra? Itt van kettő. Hová? Hová. Na ezeket próbáljuk meg. És altal kell amúgy, hogy használni az itemet, chat. Ezek is makulátlanok. Vagy ezeket se lehet. Hop. Kapás van? Valami volt. Hogy működhet? Alter egóval próbálod? Tudom, hogy van egy olyan, én voltam túlsz, ez valahol itt van. Erre nem vagyok képes, hogy ezt az átjemet megfújjuk. Az és az van nálad amúgy? Nem lehet olyan miatt? Nem? Hát... Nincs nálam kés. Nem, muszáj. Nem, még fegyver. De nem kell elméletileg. Van egy, ahol egyszer engem elraboltak, arra emlékszem.
Hát biztosan, mert itt is kéne legyen amúgy még valahol. Az biztos, hogy itt van, ez ilyen közkedvelt hely. Megnézhetjük. Itt már legalább kicsit megbírtam, meg tudtam próbálni, érted? Akkor ez már valószínűleg ki van furva? Ha valószínű, igen. Van, elég szét volt izé. Nemrég volt lámpaltás, úgyhogy igazából... De nem olyan rég volt lámpaltás amúgy, úgyhogy csak nincs az összes... Ne, igen, pontosan. Pap, egy. Na, az lesz a miénk, ide érzem. Itt nagyon sok van, úgy látod? Ha ez nagyon jó lesz, ez X. Nem jó akkor elemi, van kettő. Ne, csak. Ide adod azt a cuccot? Na várjál. Megpróbálom én is. Ezt az elsővel lehet valamit kezdeni, de itt túl masszív, itt ez nagyobb be van itt építve. Ez a másik is? Ezt nem tudom. Ja, csak azt az egyet lehet? Ha, de ott viszont az első az jó lehet, csak... Ezt valaki már megfújt, ahogy láttam. Ja, Akkor menjünk el a palettósba, lehet ott még nem járt senki. Ha szerintem, meg kéne próbálni. Aj, csak... Nem, Barni, sajnálom. Ja, megyük. Kopar be, sietünk. Amúgy, hát igen, itt... Megnéztem egy ilyen izével... Műszerrel, és azt mondta, 7 perc múlva le tudnék jelentkezni. 7 perc múlva? Aha. Nem lehet, hogy erre is ugyanúgy kell várni, mint a boltra? Csak nem. Erre is ugyanolyan CD van, mint a boltra amúgy, chat. Ja, és ahol se lesz, hogy azt ki kell várni. Lehet izé ugyanúgy ki kell várni, mint a boltot, nem? Jaj. Hopp közben... Kicsit rádisztél itt a telefonomra. Én szerintem biztos vagyok benne egyébként, hogy itt a paletóit azt ki tudjuk pakolni. Jertek át, Jemenik? Na, GG! Na jó! GG! Jó, mert fogadtam legalább akkor. Jó, én is fogadtam a búst. Helyes. Hát amúgy az ATM fúrás gondolom, nem túl sok idő, úgyhogy ez... Hát az még nem talán beleférhetem, hogy most egy 5 perc, aki tud fúrni egyen. Hallod? 5 perc az egész. Lezavarjuk gyorsan, érted? Na, ott se vagyunk. Jó. Legyen így. Mennyi jöhet belőle szerintetek? Hát reméljük minél több, mert iszonyatosan pénzorientált vagyok. Vagy mit szóltak ahhoz, hogyha előadjuk azt, hogy mi vagyunk ketten az informatikusok, Gino-nak meg beragadt a bankkártya, és ezért próbáljuk, ő hívott ki minket. Jó! Mi úgyis ugyanúgy nézünk ki. Sokkal jobb lehet. Jó. Így van, Akkor te leszel a sértett fél, rendben? Majd add elő, Gino, hogy nagyon fel vagy háborodva, és hogy be fogod perelni a bankot. Jó. Kösz csak, hogy ennyien itt vagyunk, amúgy nagyon durvák vagytok. Hú, nagyon jónak kell lenne, Gino. De mi van, hogyha... Baszki, mi van, hogyha azok a rendőrök jönnek ki, akik segítettek nekünk itt a... fél órával ezelőtt? Az gond lenne. Akkor gyorsan valami mást kell kitalálni. Ah, igen, akkor gyorsan. Nem sok az esély. Hát csak nem. Ez elég szomorú lenne, hogy őszinte legyek. Na valóban. Baj, mindjárt ott vagyunk úgyis. Ja, hát igen, nyerték az egyetemi kupát. Egész hamar vége lett amúgy. Azt hittem, ilyen 9-ig tart. Joker boss streamer Ansbottal ne beszélges szerintem ő. De nagyon segít. Barbie-nek köszönd meg. Be lehet neki a kartod. Elírtad. Melyik ATM lesz itt? Összekelt és mindenkinek abban, hogy üdvít, eló. Na most így hirtelen pontosan nem chat, tudom, de majd ez az a chat, hogy Dreadhungerözünk, aztán meg beadjunk arkozni Dreadhunger után, szóval... Ja, én ilyen... Amúgy jó volt, én nagyon éltem ezt az RP-t most. Nagyon gyorsan elrepült ez a másfél óra egyébként, no joke. Nagyon gyorsan elrepült. Jó megy ez a Honda. Jó, Gino, megkukultál. Jó, semmi, nincs.
Addig gyakoroljunk. Sorry, csés. Milyen lesz el, hogyha fel vagy háborodva? Fel vagy háborodva. Úgy sem megy a chess, előfordul. Téged faszom ki van már, tényleg venném le a pénzt, fizettém a számlákat. Amni kell még, amúgy én adom. Ja, hát de még nem tolnám túl, de én heti 1-2-szer szerintem simán mehetne. Nem tudom, mit gondoltok. Heti 1-2 az tűrhető. Ó, te itt vett az ideg. Aha, Gábor, kell lesz, ilyen feled menjünk csak meg. Na várjál csak. Le kell update-elni a dreadet, szóval mindenki. Nem fogom tudni, hogy hol van, de... Itt van egy bent, igen. Nem, itt van, itt nem, ez itt az? Itt van egy, aha. Úgy van több a... is van, ó. Itt van ez, Jaj. Uram, tiszteletem. Ó. Oh. Tiszteletem, kollégák. Üdvözletem, uraim. Üdvözletem. Szevasz, Lee. Minden jót. Minden jót. Baszki. Ez baj. Ezt nézzenek, hogy tudod-e amúgy egyáltalán, már nem, akkor gyorsan kell cselekednünk. Nem jó. Vissza kell mennünk gyorsan, vissza kell mennünk, ezt már kirabolták, gondolom. Hova vissza? Hát oda, ha voltunk, gondolom. Még itt van másik is. Igen? Persze, palettóban van egy pár. Egyiknél azt írja ki, hogy... Versenyt futni az idővel, ez annyira rossz. Igen, a másiknál akkor azt írja ki a rendszer, hogy limitált időd van rá, vagy micsoda? Így van, hogy 7 egész percen van, míg a rendszert el tudom indítani. Itt van 2, nem inném, hogy ezek jók, nem? Nem tudom. Hát... Ez lehetséges amúgy, csak... Ezt az ATM-et nem lehet rabolni, ez mit jelent, hogy meg kirabolták? Nem lehet. Ó, na ne basz, hogy most vissza kell mennünk 10 kilométert. Hát az a baj, nem inném, hogy odaérünk időbe. Hát ez baj. Szédjem a rajtam. Szerintem már rajta vannak azon. Csak nem. A szemfüles emberek. De ezeket, neked is ezeken azt jelenti ki a rendszer, hogy ezért nem lehet kipakolni őket? Igen. Na, az gond. Mindegy, visszasérdünk oda, aztán hát ha... Mi ez a rengeteg ember palettóban amúgy? Nagyon jó kérdés amúgy, valami van itt. Korsod le, Lajos! Van valami a levegőben. Valami, ami... Hogy van? Ez most honnan jött? Van, nem tudom. Ó, te oda nézd, mekkora vidéki élet egyébként. Tényleg durva. Egy üldözés mögöttünk? Ajaj. Mária. Úristen, figyeljetek! Nem. Azt hittem üldöznek. A híres mondat következik, hogy húzódjunk légy szíves félre, mert fegyver van ránk fogva. Így van. Nem, fegyver van rád tartva, hogy megállnék, így gondolod? Így vala, aha, pontosan. Nem rossz. Nem tudom, megtelik-e amúgy ma az Ark Zero. Hát csak 9 töpörök, tudom, hogy hol nem suli meg meló, de... 11-ig megy, szóval azért viszonylag későn kezdünk, de ja. Hová? Revend egy parancs. Wow. Cool. Hú, éhes vagyok. Vagyok éhes. Gondolkozok egyébként, hogy mit lehetne ebből még kihozni. Igen, de remélem, oda érünk időben. Hová? Jaj, Jézusom. Igen, nem számítottam. Remélem, visszaérünk időbe. Hát mondjuk, ha jól emlékszem, 53-ra kéne visszaérni. 44-kor volt 7 perc. Ott azt akartam mondani, hogy mindazért meg, időbe lehetünk. Nem, nem vagyunk időbe. Azt hittem 46-kor volt, de nem. Hanem most tett le 7 perc amúgy. Jól emlékszem, 44-kor voltunk ott és indultunk el, és akkor volt 7 perc. Jézus Isten, mi láttátok, hogy ilyen fatosok mentek a páncélautóval? Jó, nem azért mondom, de elég balfasz bűnözők vagyunk még mindig. Amúgy, csak mondom. Igen, tehát ilyen biztonsági rendszer is ilyen körülmények között azért nem egyszerű kivitelezni ezeket a dolgokat.
Mert a boltban... Legközelebb úgy kell, hogy ott állunk mellette végig konkrétan, nem? Igen, csak azt tudjuk csinálni, hogy nem lehet, hogy ilyen pár perc van átra. De úgy, konkrétan azonnal, vágom, azonnal, Adam, vágom. A tized másodpercben el kell kezdeni, mert máskülönben 3 másodperc és kész. Remélem, sikerül valami. Nem biztos. Főleg, hogy hív az idő, mert 7 órakor anyukám hívott vacsorázni, tudod, almás pitét sütött. Ja, igen, nekem is szól. Ja, nekem is. Mi az én anyukám? Igen. Aha. Ja. Ezt nem mondta. Ja. Hogy merészeli? Nézzük. Elég jóba vagyunk. Jó, nem lassú. Jézus Isten. Most már kíváncsi vagyok amúgy. Érzem, hogy fel fogom magam baszni. Én is. Hát meg itt rengeteg gangster járkál erre. Az a látszik, igen, azért durvák. Itt világi emberek vannak. Hát... Na jó, gyorsan rámegyek. Nézzük meg. Gyerünk, ez lesz, küldöm az áldást. Mondd azt, hogy izé. Gyerünk! Búkony! Jó, én odállok innen, de te paraszkodsz, paszd meg! Lehet végünk. Ajjaj! Ránk jönnek! Ajjaj! Jönnek akad, hogy mit csinálunk. Lapos. Én nem vagyok? Tudom. Jó, itt van. Jó. Van. Nem alattul fényesen a dolog. Miért nem? Mert, na hogy is mondjam. Jaj. Vitatkozom. Igen? Semmi. Nem értek annyira az ATM feltöréshez, de amúgy most már... Banyalod? Most már hibátlan. Igen. Nagyon jók vagyunk amúgy. Na. Úristen. Ki? Ez belejönni, vagy micsoda? Ha. Úr, nagyon jó vagy. Én azt hittem, ezek ide jönnek, ez lefegyverezni titeket, már akartam futni. Én is. De csak kinevettek, hogy ezek mit csinálnak. Aha. Jó szarban hagytál volna minket. Persze. Köszi, Lidia, 25. orvod. Holy Jesus, köszönöm szépen, nagyon kedves. Nagyon kedves. Eddig kell ezt csinálni vajon? Holy Jesus. Azt tudom, mit csinálsz. Hát lehet kisejönnek a rendőrök. Önteni, hát én sem tudom, mennyi ideig, tehát mennyire vagy professzionális ebben? Eléggé. Várjál, hogyan tudok vitatkozni? Tudom, én is próbálom. Jó, várjál, én is. Majd szóval, ha rájössz, majd utána éljél. Én várakozok így, karba tett kézzel, mint a csöglendig, tudom. Hát, volt egy érvel, nem? A munkát elvégeztem, uraim. Tényleg? Így is van. Mi a nem fasz? Szóratozó. Ennyi volt? Mi voltam úgy, vitatkozik? Hát amúgy vagy? Nem, érvelek. Nem ennyit, a só. Most még mi? Csak éppen érvelek neked. Most meg cellákat török fel. Az komoly. Van 5 cella, és random kell választanom az egyik cellát. Én értem, hogy a kártyája beragadt. De? Igen. Leszarom. Igen, de? Nem, szarom. Megtesszük nem, mindent, nem, amit meg tudunk tenni. Igen, éppen cellákat törünk fel azért, hogy visszakapja a kártyát, Gino. Igen, hogy bírok érvelni? Hát érvelj. Érvelek. Kétszer is. Jól van, kutya. Igen, érvelek. Fejű kutya. Annyit nevettünk valamelyik este. Ó, oh, Jézusom! Mész halálról tiéd a popcornost által, amit hallom. Inkább iszok egyet. De nem lehetsz ennyire béna. Nem. Kedves uram, már az első cellát... Nem hiszem el. Elborítom el az eszközből. Rendben van. Rendő. Nincs itt semmi látnivaló, csak egy elégedetlen ügyfél. Szerelés, igen, meg... 3 darab cella maradt még, kedves uram. Nagyjából 3 perc. Vagy ide jön valaki? Milyen kutya? Hogy nézel ki? Nagyon csinálom. Kirketom fejjel. Nagyon csinálom, uram, csak kérem. Ne aggodalmaskodjon, nyugodjon meg. Meg lesz a bankkártyája. Jól van. Kérem.
aggalom. De majd eddig eléggé leszárják a rendőrök, de ha jönnek, akkor nagyon előkörni. Kiabálj velem. Kiabálj velem, te köcsök. Mocskos vadállat. Rohadt Gino. Nem, ATM. Nem, de mi a bank neve? Flekka? Flekka. Jó. Jó, de mi nem a banktól vagyunk, mi informatikusok. Mi ez a hang? Nem tudom. Én az a baj, nem is a rendőröktől félek. Akkor? A rossz fiúktól. Igen, elég. Jönnek, hogy íí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  Már lassan csak az ötödik cella maradt hátra. Sehol egy rendőr. Lassan, tehát a másodiknál vagy? Érdekes. Nagyon jó. Jaj, kaját rendelem. Sikeresen eltávolítottam a negyedik cellát is. Igen. Már az ötödik jön, uram, és hozzáférkőzök a bankkártyájához. Ezt el fogom mondani, hogy a rendőrök is kijönnek. Jó, rendben. Rendben, és mi már nem jönnek, és csak lelépünk? Akkor lelépjük a picsába. Aha, mennyi jött egy ilyen böt, lehet, hogy megint milliómasok leszünk, multimilliárdosok leszünk. Pontosan, mindjárt összeszámoljuk majd. Azt én mondta, hogy van 3 milliója, igen. Nem nagy pénz az. Nem? Nem? Dehogy. Addig bedobok egy Magnum mandulást. Jobbod. Hamburgert ettél, Lajos? Nem, egy Magnum mandulást. Jaj, bazzik. Jaj. Az komoly. Á, nyugalom van, ura vagyunk a helyzetnek. Beragadt a kártya. Ja. Próbálj kiszedni. Igen, itt az informatikus ura. Faszom ki van a fekkával a bújt. Sikerült is. Remélem, hogy nem elégedetlen ezek után. Parancsoljon a bankkártyát, vissza is nyújtom. Ura, azt nem lehet fog kívni, hogy flekkának ebben érdekes vagyok. Rád. Ne tegye, jó? Hello. Na jó, akkor távozhatom. 87 ezer jött. De a bankkártyát, akkor menjen be, az tegyen jelentést a banknál. Ja, amúgy a faszomba, mehet a faszomba innen. Jó, szomd le magad. Százezer, na húzzunk a picsába, kurva gyorsan. Hú, most azonnal lépünk le, én a Gino, szállj már be, te balfasz. Nem vagyok már, baszd meg, gázd már. Menjünk gyorsan. Ez egy bűnbanda lettünk, baszki. Egy igazi bűnbanda. 87 ezer, hát abba vertünk még egy ilyet. 87 ezer, ebből meg fogjuk váltani a kibaszott világot, te jó is.